Szép jó estét kívánok, nagy tisztettel köszöntöm ünnepi beszélgetéseink nézőit. Ahogy megszokhatták, ebben az időszakban, most például december 30-án, az esztendő utolsó előtti napján is próbálunk választ keresni arra, mi minden történt 2020-ban, mi minden történt velünk, miként sikerült megbirkóznunk a nehézségekkel, milyen örömet szereztünk környezetünknek, önmagunknak, családunknak, szűkebb és tágabb környezetünknek. Így aztán a mai beszélgetésben, ami nem kérdezfelelek játék hangsúlyozottan, sokkal inkább egy beszélgetés, vendégem Révész Lajos baptista lelkész, tisztelettel köszöntelek. Köszönöm, szép jó estét mindenkinek. Furcsa volt ez az év annyi szent. Az elmúlt esztendő végén azzal búcsúztunk, hogy nagyon-nagyon sok kiemelt terv van előttetek. Nyilván azt most már tudjuk, hogy aki tervet mond, az legfeljebb eshetőségre gondolhat ebben a felgyorsult világban, hiszen bejött a Covid, a koronavírus járvány. De ne is erről beszélgessünk, hiszen ott nagyon is jól tudjuk, hogy a baptista egyház itt Székesfehérváron is szárnyal. Ezt azért mondom, ezt a kifejezést, hogy szárnyal, mert hogy egyre többen csatlakoznak hozzátok. Személyes tapasztalatom, hogy nagyon sok fiatal, nagyon sok család, fiatal, családos gondolja úgy, hogy ott a helye. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a tudatos munka, ami a ítéletben jellemzi a baptista egyházat példaértékű, és erről is szó kell, hogy essék ma. No, tehát akkor kezdjük azokat az elveket, hogy milyen elvek mentén fogtatok hozzá a munkához idén? Hiszen mindig van egy terv, amit aztán tartalommal kell megtölteni. Tavaly előtti év végén, amikor a tavalyi, egész pontosan az idei terveket összeállítottuk, akkor általában a szolgálatvezetőkkel a gyülekezetet úgy vezetjük, hogy 12-en vagyunk, akik felelősek vagyunk a gyülekezetért, különböző területeken, 4-en a lelki életért, lelki gondozásért, igehirdetésért, különböző csoportoknak a felső vezetésért, és 6-7-8 ember pedig a diakóniai feladatokért, mondjuk a háttérmunkáért, amire ebben az évben igen nagy szükség volt, hiszen ezek közül a 8 ember közül került ki az a 3, aki vállalta, hogy például az építkezésünknek a gazdája lesz. Tehát összeállítottunk egy nagyszerű rendet gyülekezeti táborral, aztán ifjúsági táborral, aztán gyerektáborral, és ahogy elindítottuk az évet, arra jöttünk rá, hogy igazából a mi terveink most úgy működnek, hogy mindig bátran terveztünk előre, és van a Bibliában egy olyan mondat, hogy ha az Úr akarja is élünk, és ehhez most be kellett azt a mondatot helyettesítenünk, hogy ha a rendeletek megengedik. Az elején nyilván félelemmel gondoltunk arra, hogy hogyan fog kialakulni, és hova fog ez futni, kifutni a Covid-járványnak a tulajdonképpen a pandémiai helyzet, és arra jöttünk rá, hogy át kell gyorsan csoportosítanunk az életünket, hiszen a két felé kell tekintenünk, ami egy embernek lehetetlen, de egy kicsit ilyen kameleon hasonlatot hozok, hogy egyik szemünk azon volt, hogy mit tervezzünk a jövőben, a másik szemünk pedig azon volt, hogy milyen új szükségek vannak. Elsősorban az időseknél, illetve a fiatal családoknál, gyerekes családoknál jelentkeztek nagy segítségek, illetve nagy szükségek, és miközben vártuk azt, hogy hát ha majd feloldják, és akkor majd a terveinket meg tudjuk tenni, csinálni, amiből az évi tervezésből kb. 20%-át tudtuk valóságban megvalósítani. Tehát amikor nekiálltatok, akkor ugye jószerűvel valamennyi korosztályt lefedi ez a program tervezet. Tehát a szöveg, illetve az, amit ti megpróbáltatok megvalósítani, úgy fogalmaztok, hogy hisszük, hogy csupán az információ nem elegendő, hogy gyermekeink helyes önértékelésre jussanak, megtanuljanak felelősségteljes döntéseket hozni, felkészüljenek az élet nehézségeire. Ez vonatkozik például a vasárnapi iskolára, ami a töpörtyüktől a nagyocskákon át egészen a fiatal felnőttekig. Tehát hogy lehet ezt úgy megvalósítani, hiszen említetted, hogy rendkívüli nehézségekkel kellett megküzdeni. Hiszen itt van egy óvodás korosztály, kisiskolás, felsős, a harcos titánok, a fiúk,
illetve a lányos csoport 9-12. Osztályosok. Igen, azt hiszem, hogy a legnagyobb nehézségünk az egész kicsiktől, tehát 3 évtől az alsós korosztályig ott lévő csoportokban. Ott szinte csak azzal tudtunk kooperálni, hogy egy-egy telefonhívással a vasárnapi iskolai csoportvezető odafigyel rájuk, illetve egy-egy e-maillel. Viszont a nagyobb korosztálynál, felsős, illetve középiskolás korosztálynál pedig talán azt mondom, hogy természetes módon kitágult náluk az a világ, ami nekünk beszűkült, hiszen reggel 8-tól délután 2-ig ott ülnek a számítógép mellett, és a legtöbben, különösen a felsősök, illetve a gimnazisták, ugye homeschoolban vannak, és otthonról tanulnak, és kerestük azokat a lehetőségeket, azokat az eszközöket, ahol ők mondjuk egy olyan közegben is részt vehetnek, ahol egy picit irányítva vannak, ahol szívesen bemennek. Tehát nekik ez nem hogy kihívás lett volna, hanem könnyebbség. Hogy... Igen, ez óriási különbség, hiszen igen. Én tudom, hogy a ti tanításaitok jószerivel eszköztelenek, tehát olyan tiszták, világosak. Most viszont online térben nem lehet eszköztelenül igen. fogalmazni, hanem nagyon is és direktben, hanem körül is kell írni néha, és ráadásul, ami megnehezíti még inkább a dolgot, hogy a töpörtjüknél, tehát a kicsiknél ilyenkor óhatatlanul is szükség van a szülőre, nagyszülőre, édesanyja, édesapa, akiket szintén meg kell tanítani ugyanerre. Igen, tulajdonképpen nagyon jól látod, ebbe a helyzetbe transformálódtunk át, hogy a legkisebbeknél inkább a szülőket bátorítjuk. Van egy levelező listánk, ahol ha valaki hall egy jó gondolatot, egy jó ötletet, vagy egy 3 gyerekes házaspár, akiknek 3 sráca van és kisiskolások, el lehet képzelni, hogy milyen energiával bírnak. Hát csak azzal, hogy őszintén megírták, hogy nekik hogy telik egy napjuk, és mit élnek át, már az egy félgyógyulás volt a többi szülőnek. Ezt nagyon szeretem, és nagyon értékelem a gyülekezetünk nagy részében, hogy őszinték, tehát hogy nem mutatni akarnak valamit, hanem a valóságot osztják meg, illetve lehetőségeket ajánlanak egymásnak, elsősorban a levelező listán, hogy a gyerekek mivel tudják lekötni magukat, milyen játékkal, akár offline, vagy akár milyen online játékokat, lehetőségeket ajánlunk. Ahogy említettem, a fiataloknál, illetve a fiatal felnőtteknél ez nem igazából kérdés, hogy most odaüljenek egy számítógép mellé, viszont a kicsiknél igyekszünk azért segíteni, hogy megfelelő irányba tereljük az érdeklődésüket. Tartalmi oldaláról? Igen, tartalmi oldaláról. Az viszont igen. A fiatal felnőtteknél is fontos, hogy a tartalmi oldalt megtanulják, és tudják alkalmazni. Viszont a tanítóknak is fejlődniük kell. Ez kicsit olyan néha, vannak olyan közegek, ezt nem tudom, hogy van nálatok, hogy egyszerre tanul a felnőtt, tehát aki a tudást átadja ebben a formában, tehát online formában, egyszerre tanul a tanítvánnyal. Nem kell nagyon messzire menni példáért. Én magam is ugyanígy vagyok ebben a helyzetben. Azt élem meg, hogy miközben tanulom az eszközöket használni, meg kell tanulnom módosítani a tartalmat, abban az értelemben, hogy amikor leülök mondjuk egy zoomos felület elé, és 10-20-30 ember csatlakozik, akkor az első és legfontosabb dolog, hogy ugye egy gyülekezeti alkalmon megvannak az énekeink, mondjuk így, hogy megvan a sportnyelv, hogy megvan a bemelegítés, stb. És arra jöttem, hogy zoomos felületeken is nagyon fontos, már én magam nem énekelni szoktam, de hogy van, mi van veletek, esetleg csoportokba összekapcsoljuk őket 5 percre, hogy egy picit beszélgessenek, ezek hihetetlen feloldóak, és az az üzenet, amit elmondok, nagyon érdekes, hogy lerövidül, nagyon tömören, lényegre törően kell fogalmaznom, vagy arra jöttem, hogy ez célszerűbb, mint mondjuk egy 30 perces tanítást, és ott a gép előtt nézik, illetve sokkal nagyobb időt kell hagynom a visszacsatolásra, hogy visszakérdezzenek, esetleg valakinek van valami gondolata, ami a tanítás közben jött, illetve ugyanezt korcsoportosan is igyekszünk megvalósítani, hogy feleségem a hölgyekkel a keddestéket ugyanígy tartja Zoomon, illetve most lehet, hogy valakinél ez nem új, nekünk újdonság, hogy
amikor leülünk valakivel, akkor egy-két órát elbeszélgetünk, akár személyes beszélgetésekben is. Nem ez az újdonság, hanem arra jöttünk rá, hogy ez viszont nagyon-nagyon időigényes, és kitaláltuk azt, amikor valakivel megbeszéljük, hogy mikor találkozzunk Zoom-os felületen, internetes felületen, akkor azt is megbeszéljük, hogy milyen lesz ennek a, vagy hogyan fog ez történni. Van, amikor csak egy beszélgetés, akkor tudjuk, hogy kb. Egy óra, de van olyan, hogy például teázzunk együtt, vagy kávézzunk együtt. Tehát ritmusa van a történetnek. Igen, ritmusa, illetve meg egy meghatározott időt határozunk meg olyankor, mint ahogy mondjuk beülünk valakivel gyorsan egy kávézóba, akkor nem 3 órát töltünk el, ott előre vesszük, illetve kicsit felületesebben, nemes értelemben felületesebben beszélünk, nem szoros értelemben a Bibliáról vagy tanításról van szó, hanem hogy vagy, mit történik a lelkeddel, felületei vagyunk egymásnak, hogy tudjunk egymásra reflektálni. Hiszen a cél megvan. Például, ha a fehérvári baptista ifjúság csoportot nézzük, az első és a legfontosabb a felfelé irányuló, az Isten dicsőítése, imádata, vele való közösség kialakítása. Nyilván erre időt kell szentelni, de korán sem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt. Erre nincsenek kialakult standardek, mondom én, tehát azért nagyon-nagyon fontos. A zene rendkívül fontos szerepet játszik a ti életetekben, illetve a gyülekezet életében és minden hívő életében. Hát hogy sikerült ezt megoldani, hiszen a zenei szolgálatok a gyülekezeti házban az ilyen alapvetés volt. Igen, ezt is rendesen át kellett szabnunk, illetve a gondolkodásunk módunkat kellett megváltoztatni. Nagyon nagy segítség nekem az, hogy a zenészek készek arra, hogy ugye a vasárnapi istentiszteleteinket is online közvetítjük, és igyekszünk azon, illetve nagyon szigorúan betartjuk azt, hogy 10 legyünk az épületben maximum, és így 3-4 zenész mindig azért adódik. Van, amikor kis kamarakórus van, van, amikor egy szálgitárral valaki énekel, Burcsik Laci barátom, testvérem, ő szokott nagyon lelkesen énekelni. Ezt általában az istentiszteleti közvetítésnek az elejére tesszük, hogy azért egy olyan negyed óra, akár negyed óra, 20 percet is tudjunk együtt énekelni. Néhány gondolat, néhány zsoltár elhangzik eközben, és igyekszünk azon, hogy akik hallgatnak bennünket, magát a közvetítést is egy olyan közegbe tesszük bele, mint kicsit hasonlóan, mint ahogy most ülünk, hogy mintha leülnénk veletek a nappaliban. Igen. Tehát nem egy ilyen távolságtartó pulpitusról öltönnyakkendős verzióban, hanem jó, hogy ott lehetünk újból a nappalitokban, nem tudjuk, hogy meddig lesz ez a helyzet, de most ez van, és most nem kívülről szeretnénk így megmondani és rátok helyezni egy súlyt, egy igei nagy igazságot, hanem itt vagyunk köztetek, mi is beszélgetünk, örülünk, hogy láttok bennünket, és mi pedig így mondjuk így virtuálisan igyekszünk látni benneteket. És akkor itt zárójelben hadd jegyezzek meg egy kis trükköt, hogy arra szoktam kérni a technikusokat, akik nem nincsenek benne a technikusi pultban, hogy 2-3-an üljenek be, vagy a zenészek, akik éppen nem zenélnek, üljenek be egy sorba, kis távolságtartással, de a padokba, és nekem ez nagyon sokat segít, miközben tanítok, hogy rájuk nézhetek. Világos. És a személyes kontaktus. Személyes mindenki. Kontaktusban vagyunk, igen, és remélem, hogy ez átjön azoknak is, akik a nappaliba figyelnek bennünket. Megérkeztünk a családokhoz. Hm. Én azt gondolom, hogy egy család, egy hívő család számára nagyon fontosak az istentiszteletek mindenféle értelemben, független attól, hogy nő, milyen nemzedék veszi körül ezt a családot, hiszen a nagyszülőktől a töpörtjükig ez. Viszont a család problémáit, a család mindennapjait megint csak másként kell kezelni egy ilyen helyzetben. Hogy sikerült ezt megoldanatok? Két oldalról oldottuk meg, amikor valaki mondjuk már vagy tünet miatt, vagy csak kapcsolat miatt karanténba került, akkor van egy, mondjuk így, egy szolgálatunk, egy figyelő szolgálat, aki ezt lejelentheti, és szükség esetén akár ételt, akár gyógyszert, vagy bármit, amire szüksége van, jelzi, és elvisszük, és érintésmentesen át tudjuk adni. Illetve felosztottuk a 12 vezető, felosztottuk magunk között a gyülekezetet, és mindenkire körülbelül olyan 10-1 néhány ember jut, és elköteleztük magunkat, hogy minden héten egyszer ezt a mi saját csoportunkat felhívjuk, és érdeklődünk felőlük. Tehát nem csak a nehézségek,
Igen. Hanem azért van a jó pillanatokat is meg kell osztani, hiszen Igen. az is példa. Igen. Egy érdekes és izgalmas dolog, hogy így a karantén időszak alatt át megélhettünk egy esküvőt is, ami egy nagyon izgalmas dolog volt. Éppen a lelkész társam tartotta ezt az istentiszteleti alkalmat, de ez úgy volt istentisztelet akkor még, hogy az anyakönyvvezetőnél bent maradhattak még körülbelül 20 percre, és ott gyakorlatilag, ha jól emlékszem, 8 fő jele, akkor ez volt talán a felső limit, 6 vagy 8 fő jelenlétében volt egy istentisztelet, ez tavasszal volt, és utána, amikor feloldották a karantént valahogy úgy május végén, ha jól emlékszem, akkor viszont egy szabadtéri nagy kerti parti volt, és ott ünnepeltük meg ezt a fiatal párt. Akik viszont nagyon nehéz helyzetben vannak, és talán bele se tudunk gondolni, az idősek, sajnos történt egy haláleset is közben, egy nagymama vesztette el a férjét, akihez nem is tudott bemenni igazából elköszönni, illetve egyszer beengedték néhány percre, és 3 napon belül az örökké valóságba költözött a férje. Itt távolságtartással, de meg lehetett a temetés, viszont ez nagyon-nagyon furcsa volt, hogy nem ölelhettük meg, nem fejezhettük ki a szeretetünket. Úgyhogy ő is azon a listán van, ez a testvérnünk, akiket azért igyekszem, ha lehet, akkor minden hónapban egyszer felhívni. Talán ez egy kicsit hosszúnak tűnik, de azért körülbelül 300 emberért vagyunk felelősek. Így elsősorban azok, akik idősek, azok felé szolgálunk így, illetve az idősek 70 év felett mindig kedveskedünk egy komolyabb ajándékkal karácsonyra. Ez most úgy módosult, hogy nem, nyilván a gyülekezetben nem tudjuk ezt átadni nekik, hogy én beöltözve mindenkit végigjártam, az ajtóban átadva, boldog karácsonyt kívánva, ahol lehetett egy rövid imádsággal, Istennek hálát adva, tudtam megköszönni, hogy vannak, és jelezni azt, hogy szeretjük őket. Igen, hát a magánynak is vannak mélységei, Igen. és hát intimitásai is. Azt hiszem, hogy ilyenkor nagyon fontos a lelkitárs, és ha nincs lelkitárs, akkor a lelkész, illetve a csoport dolga ez. Viszont egy kicsit beszéljünk a fehérvári női keddekről, mert kivételes. Tehát én azt nagyon is jól tudom, hogy ez egy kivételes csoport mindenféle értelemben. Nincs másutt ilyen. És ezek az alkalmak nagyon-nagyon sok mindenre rávilágítanak. Tehát mi férfi emberek nem is gondoljuk, hogy milyen olyan, hányféle olyan probléma van, amit mi a úgy tetszik az egyessel kezdődő személy számunkkal és a férfi lelkünkkel meg se értenénk. Igen. Ezt most érdekes, hogy ezt mi vitatjuk még, igen. de azért hadd kérdezzek erről. Azért annyit hadd mondjak, ha nem lelkész lennék, úgy fogalmaznék, irigylem őket. Így pedig úgy tudok módosítani, hogy igyekszem tanulni a hölgyektől, beleértve a feleségemet, vagy feleségemmel együtt. Negyed évente van egy női kedd, amit a Himmerházban szokott feleségem tartani. Ezek most nyilván a karantén miatt nem lehetségesek, ezért gyakorlatilag minden hónapban van egy olyan kiemelt alkalmunk, amihez bárki, bármely nő csatlakozhat. Ezeket elsősorban Facebookos felületeken osztjuk meg, illetve minden kedden este 6 órától feleségem körülbelül 1 óra 20 perces női közösséget tart, ami van egy kis imádság, van egy kis bátorítás, nevetés, néha együtt sírás, ezeket zoomos felületeken. Erre is bárki jöhet, ebbe inkább egy ilyen belső kör van, egy ilyen 20-30 hölgy szokott ezen részt venni, és nem olyan rég, ha jól emlékszem, 3 héttel ezelőtt volt egy tea délutánunk, női egész pontosan nekik, egy női tea délután, ami hasonlóan a korábban említett teázunk együtt interneten keresztül, azt jelentette, hogy meghirdettük ezt az alkalmat, arra kértük, hogy aki jelen van, az látható módon legyen jelen zoomos felületen, és készítsen el egy bögre teát, és, vagy egy forró csokit, vagy a kedvenc italát, és így volt egy kis játék, voltak segítői feleségemnek, volt egy kis humor, és volt egy komolyabb tanítás a nők mostani állapotáról és helyzetéről, és ebben egy bátorítás, hogy
feleségem nemrég írt egy könyvet, az a cím, hogy Elég jó nő, és ennek egy rövid összefoglalója volt, ami arról szól, hogy nem tökéletesnek kell lenni, hanem egészséges nőnek, hölgynek, ugyanezt a férfiak felé is így tudom mondani, hogy nem tudunk tökéletesek lenni, de igyekszünk arra, hogy egészségesen éljük az életünket. A Fehérvár magazin kérésére megfogalmaztad adventkor, hogy mi történjék, illetve mi a helyes, mi az a gondolat, amelynek az a vezérelve, amelynek mentén az adventre gondolnunk kell. Ebből hadd idézzek, maga a válasz az advent karácsony legfőbb kincse. Olyan ember jött közénk, aki Isten is volt egyben, csak emberre lett Isten. Köztünk járt, megszületett, tanított, gyógyított bennünket, és mi mégis keresztre feszítettük. Amikor a harmadik napon feltámadt, még senki sem értette, hogy ez a karácsonyi küldetésének csúcspontja. Ugye megígérte, hogy visszajön az övéiért. Ez, én azt gondolom, hogy a baptista felekezet hasonlóképpen tesz, és nem csak advent idején. Igen, az egyházi évben ugye vannak kiemelkedő alkalmak, mint ahogy télen karácsonyt megünnepeljük, néhány hónap múlva megérkezik a húsvét, és ez valahogy nem is gondoljuk talán sokszor végig, hogy ez tulajdonképpen Jézus Krisztus élet útja vagy élet folyamata volt, hogy a születéstől a feltámadásig történő események, ezek voltak a számunkra igazán fontosak és érdekesek. A legérdekesebb, hogy mi erről nem tudtuk, hogy miért történik Jézus életében ez. És ha megnézzük, akkor egy mennynek egy külön deszantos egységet kellett leküldeni, hogy vegyük már észre, hogy az angyalok, mikor megjelentek, kiemelt személyeknek, számukra kiemelt személyeknek, a pásztoroknak. Ez is egy érdekes, hogy másképp gondolkozunk a társadalmi szintekről. Na mennyi úgy gondolta, hogy a pásztorok legyenek azok a kiemelt személyek, akik az öröm üzenetről nem csak tudjanak, hanem fel is bátorodhassanak. Aztán az ember így rácsodálkozott abban a korban, amikor Jézus élt, hogy ő miért is jött, és azt látta, azt a kettősséget, hogy nem úgy tesz, mint a felső Izrael népének a felső papi vezetői, sokkal közelebb van, érthető, és valós válaszokat kapunk tőle. És mivel ez a hatalmi rendszert azért erősen irritálta akkor, ezért úgy döntött az akkori emberiség, hogy megköszöni ezt a közöttünk lévő 33 évet, és az utolsó 3 év szolgálatát azzal, hogy hát kiemeli a rendszerből, egész pontosan kivégzi. És akkor sem, akik viszont nagyon szeretik, nagyon hittek Jézusban, és követték, hiszen rengeteg csodát jelentett, vagy a tanításaival tanácsolt embereket, akkor ők még nem értették, és nem tudták, hogy ez itt a történetnek nem a vége, hanem valaminek az eleje, valaminek a kezdete, hiszen az a felfoghatatlan, szomorú tény, hogy Jézus egyszerűen megfogják, és most királynak gondoltuk, és gyakorlatilag megfoghatják, és elítélhetik, sőt, az ítélet egy visszavonhatatlan ítélet, és az ítéletnek a végeredménye is visszavonhatatlan, tehát egy halálos ítéletből visszajönni nincs csak esély az embernek. És gyakorlatilag a teljes reményvesztettség állapota fordul meg a harmadik napon, amikor a feltámadással visszakapjuk Jézust. És amikor visszakapjuk, akkor újra a remény feltámad bennünk, de akkor még mindig nem tudjuk megérteni, nem érthetjük azt a dolgot, hogy az ő feltámadása nem azért történt, hogy aztán a világtörténelemnek a hátralevő időszakában ő testben itt legyen közöttünk, hanem elküldi az ő szent lelkét, és felkészíti az övéit arra, hogy egyrészt Jézust megismerhessék, újjászülethessenek, megtérhessenek, hogy az az ige, amit János fogalmaz, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy valaki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen, hogy ez az ige eljusson érthető módon az emberekhez, befogadható módon, és változást hozzon létre az emberekben. És egy izgalmas történet, ígérete Jézusnak a mennybe menet előtt, hogy el fogok jönni értetek. Hogy hogyan fog ez történni, és pontosan mikor lesz, annak a jelzéseit látjuk, de a pontos idejét nem tudjuk, de tulajdonképpen a keresztény ember ebben a kettősségben él, hogy együtt él lelkileg, szellemileg Jézussal, de várja a visszaérkező Jézus Krisztust. És ennek az izgalma van közöttünk.
És azt is őszintén el kell mondani, hogy erre az izgalmas dologra időnként emlékeztetni kell magunkat, hiszen benne vagyunk a napi rutinban, benne vagyunk az életnek a forgatagában, de ha, mikor máskor nem, ha ilyenkor adventkor, vagy egy picit utána, mint most 30-án, megértjük azt, hogy mi igazából mindig adventben vagyunk, Krisztus érkezését várjuk. Ennek tükrében hogyan tovább? Hiszen 2021 hát nem jós a lelkész sem, de mi mindent kell tennünk azért, hogy egy kicsit, azért most már rutinunk van a Covid-járvány, a koronavírus járvány kezelésében, mi mindent kell tennünk, hogy kicsit felettessük önmagunkkal, mert azt hiszem, hogy ennél nagyobb, fontosabb feladatunk nincsen. Én erre most úgy adnék választ, nem mint lelkész, hanem mint aki apa, férfi vagyok, és olyan családdal rendelkezem, ahol már a gyerekeink kirepülőfélben vannak, már csak egy gimnazista fiunk van otthon. Amire én személyesen rájöttem, az néhány olyan egyszerű dolog, amit szerintem bárki meg tud tenni, tehát semmi nagy titok nincs. Egyrészt ezt az időt meg kell, tehát a beszűkült időnket, a beszűkült lehetőségeinket egész pontosan meg kell tanulni értelmezni. És az idősektől hallottam azt a mondatot, kicsit vicces talán, hogy olyan még sose volt, hogy valahogy ne lett volna. Ezzel semmit nem oldottak meg, de a lelküket valahogy helyre tették, és ráállították arra a fordulópontra, hogy még nem tudjuk, hogy hogy lesz, de biztos, hogy nem maradunk cserben. Biztos lesz segítség, és valahogy lesz, ami nem egy ilyen hitetlen válasz, hanem hogy bízom az Istenben, hogy ő megsegít. De én azért, hogy erre a gondolkodásmódra eljussak, én azt teszem, hogy egyrészt a felszabadult időmet átstruktúrálom. Most erre most már elég sok időm van, de nekem az első 3 hét volt nagyon nehéz az első Covid idején, de aztán rájöttem, hogy igen, nem mehetek annyit, nem oda mehetek, ahova akarok, de egészen biztos, hogy a 24 órából a felszabadult időmben, ha átstruktúrálom, akkor meg tudom tölteni tartalommal. Nyilván így az eszközökkel való kapcsolattartás, ez elég sok időt leköt az életemből, viszont erre az időszakra hagytam azt, amire 3 éve már nagyon készülök, hogy posztgraduálisan szeretném képezni magam. És most jött el az ideje, hogy azt mondtam, hogy most, mikor máskor, ha nem most. Úgyhogy most egy 2 éves családterapeuta képzésbe kezdtem, ahol csak ámulok és bámulok, hogy a lelki, bibliai igazságok mellett a tudomány milyen nagyszerű dolgokat tud segíteni, milyen nagyszerű dolgokkal tud ellátni. Sőt, őszintén megmondom, azt mondtam volna, hogy ú, de jó lett volna ezt 20 évvel hallani. Úgyhogy én most ebben vagyok érdekelt. Még egy fontos dolog, nem nehéz dolog, de vagy látszólag lényegtelennek tűnő dolog, hogy ne felejtsünk el mozogni. Tehát ne felejtsünk el kimozdulni. Nyilván megvannak a limitjeink, hogy ki hova tud, illetve mikor mehetünk. Most például karácsony előtti időszakban ezt 8 óra után nem tudtuk tenni. Lehet, hogy ezután sem fogjuk tenni. De az, hogy kint vagyunk, és hogy a természetben vagyunk, ha csak fél órát, ha csak héten egyszer vagy kétszer kimozdulunk, ott egész biztos olyan gondolatok fognak várni, ami a 4 fal között nem. Ha más nem, akkor ezzel segítsünk magunknak. Akkor gondoljuk azt végig, hogy lehet, hogy nehéz a helyzetem, lehet, hogy megoldhatatlan feszültségekben vagyok, és talán furcsának tűnik ez a mondat, de higgyem el és gondoljam el, hogy vannak, akik sokkal nehezebb helyzetben vannak. És ez nem egy ilyen, de jó, hogy másnak rosszabb stílus, hanem hogy lehet, hogy én is tudok valakinek segíteni. És ami talán mindezeknél még nehezebb, hogy merjek elfogadni segítséget. Tehát ez nem hárítás. Történjék nem. Így. És köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Boldog új évet kívánok a gyülekezet minden tagjának, a családnak. Köszönöm szépen önöknek köszönöm. És a hallgatóknak is boldog új évet. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Révészt és Baptista lelkész gondolatait hallhatták ebben a fél órában az elmúlt esztendőről, illetve hogy mi minden történhet velünk, mit tegyünk 2021-ben önmagunk épülésére. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!